Is cinema a language about to get lost, an art about to die? Hadd kezdjem azzal, hogy borzasztó, hogy a mozi jövőjéről beszélünk, és álló formátumban kell videóznunk, szóval most ütünk egy szeget a koporsóba. Olyan korban élünk, ahol a zsebünkben levő okos eszközök, meg az asztalunkon levő desktopok olyan mértékű ingerrel bombáznak minket, amik szétforgácsolják a figyelmet, és erre a moziteremnek a sötét, csöndes nyugalma és per közösségi élménye, per az alkotói szándéknak megfelelő audiovizuális környezete életmentő. Szerintem a mozi, mint mozgóképes történetmesélés él és virul. A mesélőben és a befogadóban egyaránt. Szerintem ez nem fog megváltozni. Viszont igenis változik az, ahogyan fogyasztjuk ezeket a történeteket. A mozi az meghalt. Legkésőbb a 70-es években halt meg. Viszont az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy meghalt, annak ellenére mégis él. Egy élő halott mozi lett. Ez olyan, mint a borsófőzelék, hogy jó, valaki szereti, valaki nem szereti, hogyha sokfélét akarok enni, előbb-utóbb talán borsófőzeléket is fogok csinálni, de egyébként senkinek az életében nem játszik fontos szerepet a borsófőzelék, kivéve azoknak, akik ezt gyártják, megterjesztik, mondjuk a borsóültetvények, meg a konzervgyárak, akiknek ez a profilja. Hát ugyanígy van a filmmel is, hogy az utca emberének annyira nem fontos a mozi, azoknak a legfontosabb, akik erre tették fel mondjuk az életüket. Én optimista vagyok a mozi jövőjét illetően, már csak azért is, mert szerintem a bolygó vagy az emberiség hamarabb elpusztul, mint ahogy eltűnnének a mozik. Nem lesz elég ideje a moziknak eltűnni szerintem. Abban az esetben, hogyha a mozira úgy gondolunk, mint arra a helyre, ahova az emberek eljárnak filmet nézni, ebben az esetben azt gondolom, hogy a lassú eljelentéktelenedés időszaka tart már az ilyen típusú filmnézés számára, körülbelül szerintem már ez 30 éve tart, és jelenleg is sokkal többen néznek már máshol filmet, mint moziban, és ez megállíthatatlan. Nincs élet, nincs halál, nincs jövős, nincs múlt, hanem valamilyen fajta köztes létmód van a zombi moziba. És ez szuper. Éljen a zombi mozi. Otthon nézzük a filmeket, de inkább rövidebb filmet keresünk. Inkább olyat, ami nem igazán kavar fel. Válaszokat ad, szórakoztat, kikapcsol, és segít elfelejteni. Ha meg meguntuk, leállítjuk. Sőt, legtöbbször nem is mi választunk filmet, hanem egy algoritmus. Van egy olyan tendencia, ami főként a streaming szolgáltatóknak köszönhető, hogy egyre jobban hasonlítanak egymáshoz a filmek, valahogy uniformizálódik a filmek stílusa, és valahogy egyre inkább elfelejtődik az a valami, amire a film képes. Tehát, hogy olyan dolgokat mondjon el, amit szavakkal nem tudunk. A mozi tud valamit, amit viszont semmi más nem tud, és ez pedig az, hogy beszippant, és hogy az ember kénytelen alárendelni magát egy filmnek, és ha van valami, amit én még nem láttam, akárha tök régi is, vagy megvan itthon DVD-n, akkor is igyekszem megnézni moziban, mert egész egyszerűen tudom, hogy jobban fog működni, és sokkal inkább az enyém lesz, és a bőröm alá fog mászni, és megszületik bennem, és jobban fogom érteni. Tehát, hogy a mozi élmény az csodálatos, és megemeli a filmeket is. Az elmélyüléshez, a régi mentális, spirituális, katartikus utazáshoz vezető, teljesen elvesztettem a vonalat, volt ez egy perc? A mozi meg fog változni, de eltűnni azért soha nem fog, mert a borsófőzelék sem fog eltűnni. Ahogy én képzelem, majd történik valami globális katasztrófa, legyen ez háború, vagy természeti csapás, és ha az emberek, vagy néhány ember túléli, akkor ők előmásznak majd a romok alól, a föld alól, bolyonganak majd a felszínen, és belebotlanak egy viszonylag jó állapotban maradt moziterembe, valahogy áramot csiholnak, és elindul egy film, és ahogy peregnek a
képkockák a filmvásznon, rájönnek, hogy ez a világ legfontosabb dolga.